Orosz Ildikó szabadkai újságíró, televíziós szerkesztő azt mondja, számára egyetlen pillanatban sem volt kétséges, hogy magyar állampolgárként voksolhat az április 6-ára kiírt magyarországi országgyűlési választásokon. Mindenképpen részt szeretnék venni az április 6-ai magyarországi országgyűlési választásokon, azért mert úgy gondolom, hogy ez állampolgárként jogom, de nem csak hogy jogom, hanem szerintem kötelességem is. Tehát aki állampolgár, az ilyenkor járuljon az urnák elé és voksoljon valakire. Szerte világon több mint 500 000 kérelmező kapta meg kedvezményezett úton a magyar állampolgárságot, legtöbben Erdélyben, majd Vajdaságban. Szerbiában megközelítőleg 80 000 váltak magyar állampolgárrá, és kisfiának kérte felvételét a magyar választói névjegyzékbe. Többségük már postai úton megkapta a levélszavazatcsomagot, a választópolgárok kisebb hányada viszont úgy kívánta, hogy a konzulátuson veszi fel a választási anyagot. Magyarország szabadkai főkonzulátusa felkészült a választásokra, az épület egyik szárnyában a választási anyagot lehet felvenni, másik szárnyában pedig már leadásra kerülnek a szavazatcsomagok. Mintegy 1500 külóni választópolgár jelölte meg a szabadkai főkonzulátust, hogy itt veszi fel a levélszavazatcsomagát. Ez úgy történik, hogy itt személyesen megjelenik, igazolja a személyazonosságát, és aláírás ellenében átadjuk a csomagot, a levélszavazatcsomagot. A levélszavazatcsomagot pedig haza lehet vinni, tanulmányozni, kitölteni, majd kiki, ahogy jónak látja, díjmentesen postán küldi el, vagy lezár borítékban leadja a konzulátuson arra kijelölt helyen. Ezt jövő hét péntekig lehet megtenni munkanapokon, aki pedig ezt elmulasztaná, április 6-án a külképviseleten szavazhat, amennyiben rendelkezik magyarországi lakcímmel.